Ma tett esküt a magyar köztársasági elnökként újra választott Áder János az országgyűlésben. A parlament március 13-án döntött arról, hogy a következő 5 évben is ő lesz Magyarország legfőbb közjogi méltósága. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Felállva hallgatták Áder János köztársasági elnöki esküjét a fideszes képviselők. A ceremóniát a baloldal bojkottálta. Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért képviselője egy marionettbábúval tiltakozott, amire Áder fotóját ragasztotta. A köztársasági elnök székfoglaló beszédében drámai mértékűnek nevezte a politikai közbeszéd állapotának romlását. Az elmúlt hónapok politikai közbeszédét figyelve úgy gondoltam, inkább a ránk váró egy évről szólok. Meggyőződésem, ha így megy tovább, mindent lerombolunk abból, amit 1990 óta közösen felépítettünk. Mindent megkérdőjelezünk, minden, akár csak hallgatólagos megállapodás semmibe veszünk, minden határt átlépünk. A magyar államfő második 5 éves ciklusát kezdő beszédében hangsúlyozta, a politikai számosság okán mindig a kormánypártoké a nagyobb felelősség. Arra intett mindenkit, tartsa szem előtt a magyar reformkort, illetve a kiegyezést, amely 150 éve hasonlóan súlyos vitákhoz vezetett.